Visszajöttem az andalusz cseppékről. Do you believe in true love? Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami nincs, mondta Hamvas Béla. Visszajöttem az andalusz sztyeppékről. Küldtetek kérdéseket is. Mi az élet értelme? Carl Gustav Jung szerint a következő. És utána Máraitól fogok felolvasni egy rövid részletet szintén. Létezésem értelme az, hogy az élet kérdést tett föl nekem. Vagy fordítva, én magam vagyok a kérdés, amelyet a világhoz intéztek, és föl kell mutatnom a magam válaszát, különben csupán a világ válaszára hagyatkozhatom. Ez az a személy fölötti életfeladat, amelyet csak kinkeservesen valósíthatok meg, mondja Jung. Talán olyan kérdésre kell választ keresnem, amely már az őseimet is foglalkoztatta, de amelyre ők nem találták meg a választ. Talán ezért hat rám olyan erősen a tény, hogy a Faust befejezése nem tartalmaz megoldást. Nos, ezt mondta Jung. Aztán Márai mester a következőket írja az élet értelméről. Végül is tudnod kell, mi volt dolgod a Földön. Semmi esetre sem az, hogy bizonyos összegű, állagú és minőségű csontot, húst, zsíradékot és zsigereket vegyi üzemben tartsál. Az sem, hogy címeket, rangokat gyűjts, elnök legyél valamilyen társaságban, díszes ruhákban sétálj és rázzad a csengőt. Az sem, és ez már jobban fáj, folytatja Márai, hogy boldog legyél. Mert boldogság nincsen, hiszen minden vágyad a megvalósulás pillanatában eltorzul, és inkább nyűg már, mint öröm. Ilyen az ember. Nem. Egyetlen dolgod, létezésed egyetlen értelme a Földön, hogy megismerjed az emberi és a világi dolgok igaz természetét, az emberi és világi tünemények összetartozását, és méltányosan viselkedj akkor is, ha embertársaid méltatlanul viselkednek veled. Ez volt a dolgod a Földön, nem több. Aztán valamelyikőtök kérdezte, hogy van-e alkotói válságom, és ha igen, akkor hogyan lépek túl rajta. Nos, ha alkotói válság van, akkor zavar van az erőben. De komolyra fordítva a szót, szerintem aki kérdezte tőlem, annak javaslom, hogy tedd félre az alkotást, ne erőltesd, inkább bátran nézz rá arra, hogy tudat alatt vajon mi zavarhat téged, mi nyom. Ez egy kellemetlen önismereti út is lehet, de se baj. Viszont ha ezt nem akarod, mert például nincs hozzá erőd, akkor élvezd az életet nagy kanállal. Aztán majd csak beugrik a válasz. És ha még javasolhatok valamit, reggel ülj le az íróasztalodhoz, nem sokkal ébredés után, és ne csinálj semmit. De azt viszont profin. A nagy semmit. Révedez, akár 10 percig is, aztán menj tovább, és talán egyszer csak beugrik egy gondolat. Ragad meg a pillanatot, és ne engedd kicsúszni az ujjaid között. Írd le, ne halogasd, hanem ahogy érzed, ahogy jön, azt tedd. Szerintem valami fog történni. Amikor az Egyesült Államokbeli Princeton Egyetemen filmeztem, ahol Einstein is működött, kíváncsi voltam a globális tudat projektre, a Global Consciousness projektre, ezért megkerestem Roger Nelson professzorulat, aki akkor örömmel fogadott. Most egy rövid snit jön ebből a filmből. Well, we're in Princeton, where Princeton University had for many years a laboratory. Princetonban vagyunk. Évek óta zajlik itt az úgynevezett Princeton mérnöki anomália kutatás. 1980 és 2002 között magam is részt vettem a munkálatokban.
A 90-es évek közepén a véletlen számok létrehozásának problematikája kezdett foglalkoztatni. Az érdekelt, vajon megfoghatóan kimutatható-e a közösségi tudat. E kezdeményezés kiszélesedésével jött létre a mai globális tudatosság projekt, melyet 1997-ben indítottam útjára. Néhány hónap alatt felszerelkeztünk és megírtuk a szoftvert. 12 éve folyamatosan kutatjuk, bizonyítható-e valamiféle globális tudat létezése. Feltettük a kérdést, hogy egy valóban világméretű esemény esetén, mely akár milliárdnyi ember életét befolyásolja, a véletlen szám generálókból álló hálózatunk látja-e jelét az általunk feltételezett globális tudatosság jelenlétének. Ha megfigyelitek, a professzor mögött látható lámpa is egy különleges princetoni kütyű, mely színváltással reagál arra, amikor az ember kedélyállapota megváltozik beszéd közben. Érdekes volt az a pillanat, amikor a felvételek alatt éppen vörös színűre váltott a lámpa, hogy miről is beszélt éppen ekkor a professzor? Nézzétek meg a Kulturális Kreatívok a Forradalom című filmemet. De nem ezért vettem elő ismét ezt az anyagot, hanem azért, mert kíváncsi voltam, hogy a világ több egyetemén beüzemelt globális tudatosságot érzékelő kütyük mértek-e valamit a Covid jelenség alatt. És igen, Nelson professzor részletesen bemutatja a weboldalán, hogy például a tőzsdék zuhanása vagy bizonyos világvezetők nagy bejelentése milyen kilengéseket váltott ki a globális tudat projekt szondáinak hálózatában a bolygónk körül. 10 évvel ezelőtt készítettem egy másik filmet a kulturális kreatívokról Erdélyben, Romániában. A film végén a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem parkjában kérdeztem egy leendő doktoranduszt. Ő akkor szóba hozott néhány dolgot, aztán azóta ennek az egyetemnek is egyre rosszabb a helyzete. Nem változtak a dolgok, tudjuk miért. Most még dörzsöltebben, még profiban játszanak ők, de nem mindig lesz ez így. És most következzen egy rövid bejátszás ennek a filmemnek a végéről, egy kis meglepetéssel megfűszerezve a legesleg végén. 10 évvel telt azóta. Gyerekként az első emlékem az ilyen a lemez játszó fel volt téve, és Kós Károlynak a beszédét hallottam, az erős hangjára emlékszem, és Petőfi Sándor versekre is emlékszem, de Kós Károly hangjára nem emlékszem is. És már akkor érdekes, hogy hogyha hallom ugyanazt a beszédet, mindig emlékszem, hogy azt tényleg tisztán hallottam, de a fülemben csengne. És az egy igazi szellemi ember volt itt Erdélyben, az emberségnek a szellemiségét képviselte itt Erdélyben. De nem annyira nyilvánvaló volt akkor, akkor amit ő mondott, szerintem, hanem ez most van folyamatban szerintem, ez úgy, mint az agyakorsót, mikor kiépítik, akkor most nem tudom, melyik fázisában vagyunk, de folyamatban van szerintem a Kós Károlynak a lelkiségén keresztül megnyilvánul ez a transzhumanizmus, hogy a népek együtt éljenek. A baráti körömben remélem mindenki arra törekszik, hogy ez egy egység legyen végül is. És én is arra törekszem. Üzenek nektek, ti új emberek. Én a régi ember. Járom a tövises ösvényt, és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél, és perzselt a nap, és nem sokára talán utolsó leszek az utolsók között. De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim.
Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek, hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa. De a felén boruló domb virágos lesz mindig. És emlegetni fognak engem is, apáimat is, az én véreim. Az én munkámat folytatják ők, és az én életem örökké való lesz bennük. Mert én itthon maradtam.